A jegyes párok számára az esküvőjük napja életük egyik legmeghatározó pillanata. Ehhez mérten arra törekednek, hogy a nagy nap tökéletes legyen. A szolgáltatók 2017-ben is igyekeznek minden igényt kielégíteni, segítséget nyújtani a szervezésben. A helyszín kiválasztása mellett az is fontos, hogy milyen dekoráció díszíti az asztalokat. A több éve divatos vintage stílust ebben az évben a letisztult természetközeli díszítés váltja egyre jobban hódít a natúr színvilág, a természetes kiegészítők, az erdei stílus. Éppen ezért választották idén a Greenery, a Greenery szint a hivatalos színvilágnak. Ez ugye egy a zöldnek egy, egy sárgás árnyalata. Jellemzőek lesznek az erős is. Idén a kék-sárga és a kék-lila kombinációkat is sok pár választja. Menyasszonyi ruhák terén továbbra is hódít a csipke. Lénárd Viktória divatervező szerint az arák merészebbek, ennek köszönhetően egyre több menyasszony ruháját díszítik színes betétek. Idén azt mondanám, hogy még mindig hódít nagyon a, a csipke, még mindig az ekrű ruhákat viszik jobban, és ami, amit egyre jobban kezdenek felkapni, illetve elem ez a zsinórozásos, magyaros esküvői vonal, úgy egyre inkább térnek vissza a menyasszonyok a hagyományos formákhoz, meg stílusokhoz, úgyhogy egyre egyre inkább keresik ezeket a, ezeket a fazonokat is, de azért, azért még mindig a csipke és a szívdekoltás hódít. A divatervező hozzátette, vannak olyan lányok, akik ragaszkodnak a hercegnős nagyabroncsos ruhákhoz, de egyre népszerűbbek az elő rövidebb, hátul uszályos fazonok is. A tavalyi év újdonsága, hogy a házasságkötés helyszínének már csak a párok fantáziája szabhatárt. Varga Angelika szertartásvezető azt mondja, a modern ceremóniák szövegét a pá alakítják. Ez a szertes vezetés egy új dolog. Mi szabadsággal rendelkezünk, olyas fajtával, hogy az anyakönyvi hivatali szabályok ránk nem vonatkoznak. Ezáltal mi az a párra a pár, amit nekünk mondtad, az ami az ő elképzelése, mi úgy tudjuk levezetni a szertartást. Igazából teljesen ugyanolyan, tehát mi is ugyanúgy szalagban jelenünk meg a nemzeti színű szalagban, ugyanúgy könyv van, amit aláírhatnak. Annyiban lehet másabb, hogyha ők más helyszínen szeretnének igazából összeházasodni. Amire mi még jók vagyunk, hogy a például ha hajón szeretne valaki, ez ami még ér extrém, de egyébként igazából szebb dolog, aki hajón szeretne házasodni, oda nem lehet hívni anyakönyvi, anyakönyvvezetőt, mert ez egy pontos helyszín kell, hogy legyen, és az anyakönyvi könyvbe be kell ezt írni. Na most egy hajón, ha az halad, ott nem tudunk pontos helyszínt beleírni. A szertartás vezetők csak abban az esetben tudják összeadni a párt, ha előtte bemutatják a házassági anyakönyvi kivonatukat.